1982 óta rendezik meg az országos táncház találkozó és kirakodó vásárt. Idén a szervezők eltértek a hagyománytól, nem a Papp László Budapest sportarénába várták az érdeklődőket, hanem az ország különböző pontjaira csábították a tánc, a zene és a népművészet kedvelőit. Többek között Gödöllőre, Nagyecsedre, Mezőkövesdre és Egerbe is. Július 2-án pénteken az Erdei Banda csalogató koncertjével kezdődött el a táncház találkozó a Dobótéren, majd őket a Lajta László Néptánc Együttes műsora követte, akikhez a 10-szeres aranypáva díjas énekes Róza néni is csatlakozott. Mikor megy a legény októberbe katonának, azt mondja ajánynak, hogy szíved oda ne ad másnak. Róza néni gyerekkora óta imád énekelni, elmondta, szeretné, ha minden fiatal megkedvelhetné a népzenét. Nagyon-nagyon sok örömet ad, nyilván, és szerencsére a családom, a férjem, aki már ugyan 3 éve ugye elköltözött valahova a mennyekbe, ő nagyon-nagyon szerette ezt, és mindig biztatott, hogy menj, mert látta, hogy örömem telik benne. Úgyhogy... És mindegy, hogy katonadal, vagy summásdal, vagy szerelmesdal, tehát mindegyiket nagyon szeretem. A műsorokat követően moldvai, illetve mikófalvai táncokat tanítottak. A zene és a mozgás mellett képzőművészek bemutatóival is készültek a szervezők, a fazekasság és a kerámia jelent meg a Dobótéren. Nagyon sokan, akik jönnek hozzám, feszülten, idegesen, és teljesen elvonja a figyelmet a mindennapok problémájára. A téren kicsik és nagyok közösen tekinthettek bele a népművészet, a tánc és a zene rejtelmeibe. A szervezők elmondták, nagy öröm a számukra, hogy újra közösen táncolhatnak, és nem csak az együttesek tagjaival, hanem bárkivel, aki szereti a muzsikát. Én azt gondolom, hogy a lelkeket ez gyógyítja, valamilyen formában összetart minket, illetve hogyha még táncol is valaki, és mint tudjuk, a táncosoknak kell tánc közben énekelni is, nagyon-nagyon megterhelő és nagyon nagy kondit is tud adni, és egy nagyon jó kohéziót is. A táncházban a talp alávalót a Szikes Banda húzta a Dobótéren.